Nyíregyháza egyik kis ékszerdoboza, a Bencs Villa után pedig Bakta Lóránd házára invitálunk mindenkit. Kozma Attila alpolgármester a vendégünk. Jó estét, szervusz! Hát egy grandiózus műsor arzenállal készültök Bakta Lóránd háza 25 éves évfordulójára. Ugye ez 3 hétvégés lesz ez a rendezvénysorozat, jól tudom? Szép estét kívánok én is nektek is, és a kedves tévénézőknek is. Igen, ez 3 hétvégére fog elnyúlni. Augusztus 31-től szeptember 15-ig fog majd tartani. Mi az oka annak, hogy 3 hétvégére? Ez egy olyan tényleg, mint egy hetet hét országra szóló lakodalom, ami hetekig tart. Tehát ez dupla apropó is van ennek, hisz meggyőződésünk a városban, hogy mikor mi elértük azt, hogy 25 éves város lettünk, akkor azt kellőképpen méltóan meg kell ünnepelni. Ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy a helyi értékeinket bemutassuk, valamint lesznek olyan fellépők, akiknek csak ezek az adott időpontok, például az augusztus 31, vagy a szeptember 15-i dátum volt a megfelelő. Mielőtt a programokról beszélgetnénk, azért egy picit összegezzük ezt a 25 évet. Mi az, amire a legbüszkébbek vagytok, akár a városvezetés, akár a Bakta Lóránd házi lakosok? És nyilván így az ünnep kapcsán, hogyha visszatekintetek, lehet, hogy csak egy pillanatnak tűnt mindez, de mégis azért nagyon sok munka zajlott az elmúlt 25 évben. Tehát én kezdeném egy személyes élménnyel, amikor 1993-ban ősszel Boros Péter, akkori miniszterelnök úr megjelent Bakta Lóránd házán a futballpályán. Ugye 90 után voltunk, nagy változás hasonló, mi örültünk, hogy a várossá fognak bennünket nyilvánítani, hozta a miniszterelnök a kulcsot, és akkor megérkezett a helikopter, és rengeteg gyermek volt, és ugye ő még azon emberek közé tartozott, amikor mondta, tehát ott volt előttünk, történt ez, hogy rengeteg gyerek ment oda, nézte a kis helikoptert is a miniszterelnök úrhoz, és akkor az őrá vigyázó kormányőrnek mondta, hogy uraim, maguk álljanak a sor végére, itt engem senki nem fog bántani, és akkor elkezdte paskolni, és simogatni a gyerekeket, tehát ez egy nagyon kellemes érzés volt az ottani szülőknek, gyerekeknek, de visszatérve magára, a városra, azt gondolom, hogy Bakta Lóránd háza méltán kapta meg akkor a városi címét, hisz rengeteg diák volt, nagyon országos hírű szakközépiskolával rendelkeztünk, ahol 1200-1300 nappali tagozatos gyerek volt, általános iskola, középiskola, bölcsőde, és akkor azért azt tudni kell, hogy a Bakta Lóránd háza város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mértani közepe. És minden 23-25 kilométerre van tőlünk Nyíregyháza, Nyírbátor hasonló. Hát az elmúlt időszakban, a 25 évben mi rengeteget fejlődtünk, nagyon sok ismerősünk mikor jön, akkor úgy gondolja, most már is sokszor hangozatosan ki is jelenti, hogy olyan, mintha bejön a centrum, mint egy kis osztrák város lenne, de tényleg nagyon szép a település, sok-sok milliárd forintos beruházás történt a városban, megújultak, megszépültek épületek, újak kerültek beruházásra. Csak említetted az előzőben a felkunkban, hogy a Nyíregyháza ékszer doboza a Bencs Villa, és ugye mi pedig úgy hívjuk Bakta Lóránd házán a Degenfeld kastélyt, hogy Bakta Lóránd házának az ékszer doboza, amelyet 2016-ban adtunk át a nagy közönség elé, ahol egy múzeum működik, de említhetem a fenyves csárdát, említhetem a járóbeteg szakellátót, ahol 18 alapellátás működik, vagy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kistérségi üzleti központ a város, valamint visszakaptuk a jelenlegi kormány, a magyar kormánytól, a jobboldali kormánytól, hogy újra járási székhely Bakta Lóránd háza, és kormányablakkal mindennel rendelkezünk. Én azt gondolom, hogy tényleg szép a város, fejlődik a város, mindig csinosítgatjuk, és talán mindig tudjuk, hogy hol kell kopogtatni, hogy meghallgatásra találjanak az elképzeléseink. Akkor úgy gondolom, hogy jó ott élni, és jó majd ünnepelni is, tehát valószínűleg nagyon sokan lesznek, nem csak azok, akik ott élnek, hanem akinek bármiféle kötődése van Bakta Lóránd házához. Igen, ilyenkor jellemző az, hogy akik eltávolodtak Baktáról, elmentek, máshol találják meg a számításaikat, azok ilyenkor hazajönnek a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, és akkor találkoznak, jót beszélgetnek, 2-3 napot eltöltenek együtt. Viszont valóban jellemző, hogy ilyenkor mások is jönnek Baktára, hisz ilyenkor szoktuk mindig megrendezni már 12. alkalommal
a fogadhajtó bajnokságot, amely már most második alkalommal szeptember 9-én kerül megrendezése, ami megyei bajnoki döntő lesz C kategóriában. Nos, hát akkor Attila, egy kicsit szedjük össze. Nyilván maga a fogadhajtó is az egyik ilyen rendezvény. Mi mindenre várjátok a kedves látogatókat, kedves nézőket ezen a három hétvégén? Tehát akkor kezdeném az elejével, ugye augusztus 31-én, és ez az egyik apropója, hogy így három hétre elnyúlik, augusztus 31-én este fog majd fellépni a centrumban, a buszpályaudvarban az Opitz Barbara, aki ugye megyénk születje, és ezt követően lesz majd a Delta Együttes, aki egy élő koncertet fog adni. Tehát a Delta Együttessel harmadik éve volt, ez három év kellett hozzá, hogy meg tudjunk állapodni, és csak ez az időpont volt nekik megfelelő jó, és hát úgy gondoltuk, hogy talán el kell őket hozni, mert csak jókat hallottunk róluk, hogy nagyon jó estéket szoktak produkálni. Ezt követően majd szeptember 7-én pénteken kerül sor egy kórus találkozóra, amikor is külön jelentősége lesz a kórus találkozónak, mely a Művelődési Központban kerül megrendezésre, hogy lengyelországi testvérvárosunkból, Láncotról is fog majd érkezni egy kórus, hisz a kórusunk, a Baktanatháza kórus, amelyet a Kenéz András Karnagy úr vezet, pont most 20 évesek, tehát ők 20 évesek, a város 25, és azóta András vezeti ezt a kórust, és a lengyelországi Láncuttal nekünk testvérvárosi kapcsolatunk van, és el fognak jönni felköszönteni magát a kórust, és magát a várost is. És ekkor szeptember 7-én pénteken lesz majd a 6 kórusnak a találkozója a Művelődési Központban. Másnap 8-án fogjuk megrendezni 10 órától a protokoláris rendezvényt, magát az ünnepséget, ahol majd nívós politikai szereplők is fogják majd köszönteni a várost, és akár megyei, akár parlamenti vonatkozásban gondolkodunk. Ekkor természetes, hogy megszakítjuk majd ezeket a köszöntőket, és különböző helyi értékek fogják bemutatni tudásukat, versek, énekek és tánc formájában. Aztán délután 15 órától fog majd, 14 órakor kerül majd megrendezésre. A 25 éves életünkből fogunk majd kialakítani egy kiállítást, hogy akár a Sportegyesület, amely 16-ban volt 100 éves, akár a Vegyeskar, akár a Lovassportegyesület, maga a város, azok, akiknek, csoportoknak, egyesületnek van az elmúlt 25 évben valamilyen olyan tevékenysége, amelyel meg tud tölteni az elismerésekkel, relikviákkal, serlegekkel egy sarkot, ki fogjuk majd szépen állítani. Tehát ez így fog történni. Megnyitó, aztán délután kerül majd sor magára a kulturális rendezvényekre, ahol majd a minden helyi érték be fog majd mutatkozni. Este kerül megrendezésre a dányi fúvózenekar, amikor már jelen lesznek majd mind a 6 testvérvárosunknak a delegációja, majd érkeznek a felvidéki Lukanényéről, Láncútról, Lengyelországról, Csomafalváról, Técsőről, Dányból és Ráckevéről, és a dányi fúvózenekar fog fellépni, valamint a Szekeres Adrián és egy Átrium zenekar nevű együttes. Másnap kerül majd sor, 9-én szombaton a 12. hagyományőrző lovas versenyre, fogadhajtó versenyre, amely, mint említettem, megyei döntő is lesz, és ekkor lesznek majd különböző kísérő programok ott a Szabadidő Centrumban, amikor 25-28 csapat fog majd főzőversenyen részt venni, ugrálóvár, hasonló rendezvények lesznek, tehát ha valaki kijön családostól, jót tud enni, a gyerek jót tud játszani, különböző kézművesmesterségek. Ez egy egész napos program. Ez egy egész napos, igen, program, este pedig bent a centrumban fog majd folytatódni, akkor egy ilyen könnyedebb zenés est lesz majd a vasárnap, a Bunyós Pittyú, Dankó Szilvia, tehát ez ilyen könnyedebb hangulatunknak szánnánk ezt a vasárnap estét, és ezt követően majd szeptember 15-én szombaton kerül majd az igazi zenei, szerintem attrakcióra sor, amikor a Kovalszkijék fognak majd fellépni Baktalórendházán.
Hát akár oda is lehet költözni és 3 hetet eltölteni szerintem ebbe a gyönyörű kis városkába. Boldog születésnapot kívánunk, és azt, hogy nagyon jól sikerüljenek ezek a rendezvények. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mi is köszönjük szépen. Mi pedig hamarosan Ásványbörzével, illetve a Váci Mihály Kulturális Központ programjaival folytatjuk.